Május 1 az Európai Unión át az űrszexig. Ez itt az Ultrahang, Európai Visszhangja. Köszöntöm a hallgatókat, Szanyi Tibor vagyok. Itt van május elsője, ének szó és tánc köszöntse. Ugye sokaknak ismerős ez a szöveg vagy dallam. Május elsője valójában egy igazi Made in USA nap, tehát amerikai, ami egészen 1886-ig nyúlik vissza, amikor is Chicagóban általános sztrájk kezdődött a 8 órás munkaidő bevezetése véget. Az akkori későbbi napokban az események sajnos aztán vérengzésekbe torkoltak, és talán emiatt is május elsőjére eleinte spontán, majd aztán 1891-től hivatalosan is a világ egyes számú munkás önnepeként tekintünk. Sok minden más is kötődik május elsőjéhez, így például 1956 óta a katolikus egyház munkás Szent József ünnepeként tartja számon, igen, igen, arról a biblia, Józsefről az ácsról van szó, Tovább a Magyarország Európai Uniós csatlakozása is május 1 történt, még 2004-ben, azaz kereken 19 esztendeljen. Jaj, hát hogy megy az idő? A rendszerváltozás óta eltelt 33 évből 19-et, tehát a bőven a többséget az EU keretein belül töltöttünk, s így egyre több magyar mondhatja magáról idehaza, persze máshol a szomszédságunkban is, hogy az Európai Unió polgáraként született. Május 1 azonban legfőképp a valaha volt nagy felvonulásokra emlékeztető ünnepnap, mármint itt Kelet-Európában. Sokféle nagy felvonulás volt, így például még mielőtt hivatalos munkás ünnepé vált volna, azaz 1889. május 1 a budapesti városlégetben nyílt össze egy óriási tömeg, állítólag 100 ezer ember, ahol munkásjogokat sürgető beszédek hangzottak el, de két évre rá Orosházán már sajnos rosszabbul sült el ez a felvonulás, ott ugyanis a csendőrség a tömeg belőtt. Szóval a május 1 történések a nagyvilágban is elég véres múltat idéznek, de a második világháború után kiváltképp a szovjet blokk országaiban már népünnepélyes szeridült, bár ezt némileg beárnyékolta a kötelező felvonulás kényszere. Jó ideje azonban vidám majánisként gondolnak rá az emberek, és különböző szabadtéri rendezvényeken vesznek részt, ahol a virsli, a sör, illetve a perec és a lufi elengedhetetlen kellékek. Szóval, a a véres múlt békés majálissá változott, hiszen a legtöbb helyen alábbhagyott a munkások küzdelme a jobb bérekért, annál is inkább, mert például Európában rengeteg olyan eszköz került be a különböző törvényekbe, amelyek a sztrájkokat sok esetben eleve leszerelik, hiszen némi garanciákért cserébe, mint például a minimálbér, valahol nyugvópontra tudják vinni a súlyosabb vitákat. Az EU-ban egyébként is egy darabig működött egyféle politikai konszenzus, hogy tudnék a munkajogi szabályokat csak a dolgozók javára lehessen megváltoztatni, ám a 2008-as gazdasági és pénzügyi világválság óta inkább a dolgozói osztályok elszegényítéséről beszélhetünk. Ennek szembeötlő példája, hogy még a KSH, az, az a Magyar Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint is 2022-ben mintegy 20 százalékot zuhant a magyar emberek reál jövedelmének vásárlóértéke, lényegében minden nemi mozgalmi következmények nélkül. Olybát tűnhet, hogy ide az emberek belátták, hogy sokkal jobb, ha helyettük inkább a tőkések, a cég tulajdonosok keresik bucira magukat. A dolgozók és a nyugdíjasok pedig ötödével kevesebbet látnak a bankszámlájukon, persze a profitok pont ugyanennyivel emelkedtek. Hát, ha ez így jó a magyarnak, akkor biztos jó, de a tényleg baloldali pártok, amelyek egyébként nem keverendők össze a liberális ellenzéki összefogás pártjaival, most ezek a baloldali, avagy szójátékkal szólva, valoldali pártok másképp gondolják, és ennek rendszeresen hangot is adnak. Na no, de térjünk át az Európai Unióval kapcsolatos hírekre, amelyek zömeim már két éve leginkább arról szól, jön-e a pénz Brüsszelből, vagy nem jön. Én már a második május elsőjét ünnepelhetjük úgy, hogy a brüsszeli pénz nem jön, és a változatos, hol optimista, de legtöbbször inkább pessimista híradások fényében leginkább nem is fog jönni még egy darabig. Két miniszter, Varga Judit és Navracsics Tibor felváltva járnak Brüsszelbe, mindketten győzelmekről szoktak beszámolni, aztán erre jön a hideg zúdany, hogy hát amúgy mégse. Hát mi a fene zajlik itt? Most nem éjedjünk el a technikai részletekben, bár majd erre is kerítünk sort először, inkább ragadjuk meg a lényeget. Ez szerint az EU valamennyi rajtunk kívüli, tehát a többi tagországának vezetői egységesen úgy gondolták és gondolják, hogy az európai pénzeknek Magyarországon rendszeresen lábak élt, pontosabban egyáltalán nem oda jutottak, ahová azokat az európai adófizetők megbízásából szánták. Ez a vélekedés oda torkollott, hogy a tagországi kormányok testülete, a tanács nem utolsó sorban az Európai Parlament sürgetésére úgy döntött, hogy szabad kezet ad az Európai Bizottságnak az ügy rendezésére, amely aztán be is fagyasztotta a nekünk járó pénzek folyosítását mindaddig, amíg a magyar kormány le nem tesz az asztalra kellő garanciákat, hogy már pedig az európai pénzeknek pénzek itt nem lesznek ellopva. Ilő dolog most egy pár szót mondani arról, mi fán is terem ez a sokat emlegetett Európai Bizottság. Nos, ez a olyan végrehajtó bizottság, magyarul egy nagy hatalmú testület, amely mögött egyébként a világ alig, hanem legerősebb és leginkább felkészült adminisztrációja áll, sok ezer tisztviselővel, rengeteg pénzzel és bődületesen széles körű jogosítványokkal felszerelkezve. Élükön egy jelenleg 27 tagú csapat áll, akiket értelemszerűen a 27 tagország delegál, azaz minden állam egyet-egyet. Ennek magyar tagja jelenleg Várhelyi Olivér, egy korábbi karrierdiplomata, akinek előnye pont a már említett Navracsics Tibor volt, ő előtte pedig Andor László, illetve Kovács László, legelőször pedig Balás Péter töltötte be ezt a tisztséget. Az Európai Bizottságnak azonban elképesztő befolyása, de tényleg elképesztő befolyása van szinte mindenre, hiszen az Európai Uniós Táncrend szerint ez a társaság az egyetlen, és tényleg az egyetlen, amely javaslatokat tehet. Igen, rajta kívül senki más, még a miniszterelnökök sem. Ám az élet mégse ilyen kegyetlen, ugyanis a tagországi miniszterelnököket tömörítő európai talács, de áttételekkel az Európai Parlament is felkérheti ezt a bizonyos Európai Bizottságot, hogy tegyen valamire javaslatot, és gyakran még az irányt is előre megjelölik számára. Hogy egy konkrét példát mondjak, ilyen volt az elhíresült menekült kvóta ügye, ahol a kormányfők még a múlt évtizedben azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy tegyen javaslatot a menekült ügyi kérelmek feldolgozásának igazságos elosztására. Nos, tett is ilyen javaslatot, amit aztán eleinte mindenki elfogadott, ám a magyar kormány később meggondolta magát, és innentől kezdve már történelem. Szóval ez az Európai Bizottság úgy működik, hogy vagy saját magától, vagy a tagállami kormányfők, vagy az Európai Parlament indítványára tesz különböző javaslatokat, és ha ezeket az említettek is elfogadják, akkor ugyanő, már mint az Európai Bizottság, neki is fog a végrehajtásnak. Sarkosabban szólva, az Európai Bizottság mondja meg a tutit, hogy mi legyen, és a bólintások után azt könyörtelenül végre is hajtja. Ez a társaság, tehát a tagországok által kijelölt biztosok, illetve a mögöttük álló hivatalnok sereg, ezért kapta a brüsszeli bürokraták becerevet, akik egyébként ezt simán elviselik, mert az is a fizetésük része, hogy nem mutathatnak érzelmeket. Tehát nyugodtan el lehet küldeni őket a fenébe, ez sokszor köztük Orbán Viktor gyakran meg is teszik, ők viszont fapofával tűrik a dolgokat, aztán ha valaki nem úgy ugrál, ahogy ők fütyülnek, akkor azt meg beperlik az Európai Bíróságon. Az Európai Bíróság viszont végállomás, azaz ítélethirdetést követően nincs appelláta a punktum. Az viszont elég visszatartó erejű, hogy ezek a bizonyos brüsszeli bürokraták, vagyis hát az Európai Bizottság van annyira profi, hogy be is tudja vasalni a maga igazát, amit ők úgy fogalmaznak meg, hogy lehet róluk bárkinek bármilyen véleménye, az ő álláspontjaik és döntéseik kialakításánál azt tartják szem előtt, hogy azokat az Európai Bíróság előtt is meg tudják védeni. És lám, Száz az egyhez arányban ez sikerül is nekik, vagyis aki például egy tagország az Európai Bizottsággal szemben pert akar nyerni az Európai Bíróságon, hát annak igen szorosan fel kell kötni a gatyáját, mert ez a fehér holló ritkaságával vetekszik. A kormányok igazából nem is a nyerés reményében szokták az Európai Bizottságot perbehívni a bíróságon, mert azt szinte biztos, hogy elveszítik, hanem jobbára időhúzás végett. Mindezt csak azért említem, hogy a hallgatók pontosan tudják hova tenni azokat a híreket, vagy az olyan híreket, amelyek arról szólnak, hogy a magyar, vagy bármelyik másik kormánya, már itt Európai Uniós Tagország kormánya, pert indít az Európai Bíróságon, ugyanis az többnyire veszett fejszegyere. Persze és szélsőséges esetben olyan is adódhat, amikor mégiscsak sikerül nyerniük, de azt legfeljebb égből pottyant nyereménynek kell tekinteni, mert nem más. Nos, ezért van hát, hogy a magyar kormány az Európai Bizottsággal alkudozik több-kevesebb sikerrel. A kevesebb siker oka, hogy az Európai Bizottság picit a politikával is át van szőve, pontosabban tisztában van azzal, hogy a javaslatait a tagországok, illetve az Európai Parlamentnek kell jóvá hagynia. Így a Magyarországnak szánt pénzek felszabadítása dolgában biztos nem fog olyan javaslatot tenni, ami esetleg fennakadna akár a kormányfők, akár az európai képviselők torkán. Sajnos az idő tehát nem nekünk dolgozik. Pedig tulajdonképpen két huszáros vágással el lehetne hárítani minden akadályt. Az egyik az európai ügyészséghez való csatlakozás lenne. Ez azt jelenteni, hogy ha az európai pénzekről van szó, már jelen vitá, ebben a vitában csak ezekről van szó, akkor gyanú esetén az Európai Ügyészség közvetlenül járhatná el a nyomozás és az esetleges vádemelés során, tehát nem kellene semmiféle bonyolult netán kétes hatékonyságú új hazai testületeket létrehozni. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás esetén annak lenne magyar tagja is, tehát a nemzeti érdekek védelme nem szenvedne csorbát. Pikánsan hangzik, mondom én, de ebben az esetben csak az európai pénzeket érinthetné a külső vizsgálat, tehát a hazai pénzeket továbbra is simán le lehetne nyúlni, amennyiben netán erre lenne felső akarat. De nem, a magyar kormány foggal körömmel védi a szuverenitását, bár ez csak szimbolikus szuverenitás, hiszen ha nincs takargatni való, akkor miért is ne vizsgálódhatna bárki. A másik az egyetemi kuratóriumi ügye. Ezekben most a kormány delegát, delegálja be a hűbéreseit, ami viszont tényleg szemben megy a tudomány szabadságával. Némi rugalmassággal a kormány mondhatná, hogy akkor válasszanak a professzorok maguk közül kurátorokat, és kész, már is elszállna minden európai kétely. De ez sem. Inkább csűrik, csavarják, hogy jó, miniszterek ne, de azért mégiscsak valamiféle janicsárok lehessenek a kuratóriumokban, és oké, hát akkor ne életük végéig, hanem csak kétszer-hat évig, meg ilyenek. Nyilván ez sem ad meg sokakat, és tényleg felmerül a kérdés, hogy végül miért nem ér meg sok-sok ezer -sok milliárd forintnyi ingyen pénzt, hogy egy kis rugalmassággal átlendüljünk a tűfokán. A nem akarásnak persze könnyen nyögés lehet a vége, de legyünk mégis optimisták, hogy előbb-utóbb felszáll a fehér füst, és nagy nehezen, de végre megindul a pénz a csövön, bár tegyük hozzá realisztikusan, az idén azért ez aligha valószínű. Az elmúlt hét egy másik nagyon-nagyon izgalmas külpolitikai híre volt, hogy néhány felkelt szakértő, nagyon nagy nevű nemzetközi szakértők, egy közösségi és világszintű szabályozásra tettek javaslatot, hogy milyen magatartás formák legyenek irányadóak az űrben, egészen konkrétan a szexre vonatkozóan. Úgy látszik, hamarosan vége szakad az ukrajnai háborúnak, hogy immár ilyen békésebbnek tűnő témák kerülnek az emberiség egész elé, de az a lényeg, hogy a javaslat szerzői be akarják tiltani az űrsexet. Hát bizonytalan vagyok, hogy az UltraHang értelemszerűen külpolitikai érdeklődésű hallgatói közül hányan lehetnek a kérdésben közvetlenül érintettek. Abban viszont nincs kétségem, hogy valamennyi felnőtt magyar állampolgárnak erről kiforrott nézetei vannak. A szabad űrszerelem híveit azonban el kell keserítsem, a hangok szinte kórusban követelik a teljes tiltást és afelől sincs kétségem, mert hogy erről is látunk hamarosan európai szabályozást, feltéve, hogy a magyar kormány nem vétózza meg. A gondolat, pontosabban a tiltás lényege, hogy az űrszex állítólag minden szempontból macerás, sőt, életveszélyes. Kezdjük ott, hogy a legkevésbé a profi űrhajósokról, hanem a fegyelmezetlen űrturistákról kell tar tartalunk, tartanunk, akik pénzes emberek lévén, luxus szállodának vélhetik az űrhajót, és vagy hozott párral, vagy alkalmi ötlettől vezérelve kezdenek el szexelni. Márpedig ezzel csak a baj van. Eleve irgalmatlan bonyolult művelet megszabadulni az űrruhától, és később visszajöltözni, és még az is vélelmezhető, hogy mindkét művelethez elkél a földi segítség egyébként is nagyobb társaságban nem illik, ugye. De nem ezekkel van az igazi baj. Sokkal inkább a súlytalanság állapotával, ami éppen a pénisznek akár kedvezhet is, de roppant nehéz mit kezdeni a levegőbe kerülő testnedvekkel, amelyek bejárhatják az érzékeny műszerek nyílásaitól nyil kezdve a teljes belső teret. Ha ez nem elég, akkor további tiltó érv, hogy a vérnyomás egészen másképpen működik az űrben, hiszen a földi gravitáció általában lefelé húzza a vért a fejből, de súlytalanság közepette a felfokozott keringés könnyen gutaütéshez vezethet. Minek a tetejében még ott van a rengeteg kozmikus sugárzás, amit hiába szűrnek magával az űrhajófalával, üvegével, illetve űrruhával, annyi mégis bejut az emberi szervezetbe, hogy az esetleges fogantatás eredményeként keletkező, keletkező élet torz módon indulhat. Egyébként sem szokás mondjuk működő röntgengében utódokat nemzeni, hogy egy közelebbi példával éljünk. Rengeteg még az ellenérve az űrszexel szemben, bár biztos mellette is lehetne pár jó szót szólni, hogy például mennyire vadregényes, különös, felejthetetlen, illetve ha már az ember fizet az űrkirándulásért űrki egy nagyobb vagyont, akkor azért hadd csináljon azt, amit akar. Természetesen várjuk a hallgatói kommenteket, a szélrózsa minden irányából, és a legközelebbi alkaloma a mesterséges intelligencia nemzetközi kérdéseit és híreit fogjuk körüljárni. Addig is visszhangozzék tőlünk Magyarország és Európa egyaránt, viszont halásra köszönöm a figyelmüket.